de tudod, tanácsot mondott a jó öreg. Hogy érzed magad? Hát most az az igazság, hogy nagyon jó vagyok. Szevasz, Batyi! Megyünk, megyünk! Hova mész? Elül. Szerinték után. Megyek, ahova ők mennek. Teljes bizalommal megyek után. Követem őket. Állj szépen ott, egy arcpofa. Szép helyeken megyünk át. Mert ne kapkodd el. Nem tudja akkor lecsinálni. Én is felmászhattam volna egy pár, és onnan is csináltam volna. Editke! Már az is? Anyuci! Thank you.
Nagyon szép, hogy gyönyörű verseket írt, és milyen fiatalon meghalt, 31 éves korában. Egyébként nagyon sok, a történelem folyamán nagyon sok ember, nagy ember, egész kevés időt írt meg. Pergo Lédi csak 26 éve. És miben halt meg az idejében? Petőfi 26 éve. Ez nem, ez betegségben. Thank you.
This is the voice of enigma. Feel your body. Start to move slowly. Let the rhythm be your guiding light. Valamilyen mészkő barlangot a víz addig-addig kivosott, és akkor fölötte lévő egyszerű vagy vékonyabb kőzet leszakadt. Valójában így keletkezett, azt mondják a tudósok. Viszont az tény, hogy ott, ahol a kereszt van, látod a keresztet? És akkor a másik oldalon van olyan rész, ahol rengeteg apró pénz alakú kövecskék vannak. Most ugye a legenda azt mondja, hogy üldözték a kunokat, akkor ők üldözték, Szent Lászlóik a kunokat, és a kunok, hogy túljárjanak, és akkor a magyarok megállnak és összeszedik az aranyat. Na most Szent László imádkozott, és az imádságának a hatására ezek az aranypénzek átváltoztak ezek ki a kövek ki, amiket az ott lehet látni. Megyünk, most már megyünk! Jó! Köszönöm.